Ám, és jó estét, és jó éjszakát, hogyha nem találkoznánk. Vagy hogy van ez? Tudjátok, hogy mire gondolok. Truman Show, gondolom mindenki ismeri. De nem akarom húzni az időt, hanem már a Keeper, mint az őrült. Baze! Jóaj! Hát mit csináltál, Keeper? Na, tényleg nem húzom az időt, hanem nagyon gyorsan megyünk. Megmondom őszintén, hajnali sok idő van. De Keeper egyszerűen nem bír magával, kell csinálni még egy részt ebből a csodálatos sorozatból! És tudjátok, mit fogunk ma csinálni? Igen, 5 darab trader fogunk meglátogatni, aminek köszönhetően valószínűleg nagyon jó cuccokra fogunk szert tenni. Imádkozzatok, hogy nagyon jó érdekes dolgok legyenek nálunk a tradereknél. Ez jó rástam oda, na. Meg még ráadásul a saját bázisunkról is össze fogjuk szedni a nagyon jó cuccokat, mert vannak ott nagyon jó cuccok, ugye van például 2 vízkollektorunk, van, amit el akarok hozni mindenképpen, az még a betonkeverő, és lehet, hogy a workbench-et, meg mindent is össze fogunk szedni, meg ugye a virágládákat is össze fogjuk szedni, vannak ott magok, úgyhogy tudunk csinálni kaját majd, igaz, nem nagyon szorulunk rá, de például olyan specifikus dolgokat tudnánk készíteni, mint különböző italok, amik nagyon jó buffokat adnak. Ugye most már pont néztem, hogy az előző részben konkrétan elértük a maxot a kaja készítési könyvekkel kapcsolatban. Szóval nagyon jó, finom ételeket és italokat tudunk már szervírozni magunknak. Yeah! Oh. Jó, oké, bocsánat, egy kicsit neki mentünk a dolgoknak. Menjünk már ki az útra, vagy valami legyen, már megörülök! Tök jó helyek vannak egyébként ebben a játékban, nagyon bírom. Egyszer már szerintem erről esett szó, hogy ha... ez mi a fasz? Ja? Hogyha lehet, hogy egy játék lenne az, amit elvihetnék egy... Ó, de most az anyádor istene, adlod ez, ne arra ugyál meg, de... Jó van, akkor figyelj, én... Öte! Azt hittem 5000, bazzem, mondom, 5000 a szalagkorlát. Kilója maximum. Na, hol kell menni, merre kell menni, már meg vagyunk keveredve. Úristen, ez a kiégett föld egyébként, vagy ez a robbantott föld, ez egy halál, ez a wasteland. Jaj. Na, menjünk. Mit akartam mondani az előbb? Azt akartam mondani az előbb, hogyha egy nagyon sokat gondolkozok ilyen, egy gamer min is gondolkozhat, de igazából ezt így lehet különböző aspektusból vizsgálni, különböző nézetből, különböző szempontból vizsgálni ezt a dolgot, hogy mi lenne az a játék, amit elvinnél egy lakatlan szigetre, és azzal kellene játszanod, az lenne csak. De igazából ezt úgy is lehet megfogalmazni, hogy mi lenne az a játék, amivel, hogyha egész életedben már csak játszanod kellene, mármint csak azzal játszhatnál, akkor mit választanál? Valószínűleg egy olyan választanál, amit eléggé sok content van benne, és különböző érdekes... Ez mi a szar? Jaj, de jó, ilyen wagon diner. Jaj, de jó. Valószínűleg olyan választanál, amiben eléggé sok content van. És a Seven Days to Die, az szerintem így... Lehet, hogy az egyik olyan játék lenne, amit választanék, már csak azért is. Ez már ez még mindig Wasteland? Ó, a szeme, álljon meg. A készítőknek. Mert rengeteg content van benne, nagyon sok dolgot tudsz benne csinálni. Gyakorlatilag, hogyha megfelelő mennyiségű időre van, és megfelelő mennyiségű kreativitásod, akkor konkrétan megépítheted még a, mit tudom én, az egész világot is, érted. Gyakorlatilag bármit is meg tudsz csinálni benne, az tök érdekes. Úgyhogy lehet, hogy ez lenne. Nem tudom egyébként, hogy mi lenne, de ez benne lenne a top 5-be nálam. Ami, hogy mondjam úgy, hogy érthető legyen, hogy korlátlan, kifogyhatatlan content mennyiséget és variációs lehetőségeket tud biztosítani a játékosoknak. Tehát igazából rajtad múlik, hogy te, hogy mit alkotsz meg, hogy játszol ezzel a játékkal, és ennek köszönhetően a variációk végtelenek. De milyen szépen megfogalmaztak, hívő! Lehet, hogy nem kellett volna kávét
Sörrel lefőznöm. Egyébként, ja, ittam az előbb egy sört, nem tudom. Képzeljétek, nem tudom, hogy nézi-e, lehet, hogy nem nézi az a srác, aki hozta. Hát hihetetlen, hogy milyen meglepetések élnek néha. Például, most hol van a Trader Rekt? Ah, itt vagyunk, jól. Például, képzeljétek, hogy kaptam egy üzenetet, a házam előtt be volt ragva a kerten belül 4 darab soproni világos sör, és oda volt írva, hogy szia papi, erre jártunk. Várjál. És hoztuk neked ezt meg ezt. És azt a 4 darab sörbe volt ragva, és ez, megmondom őszintén, tényleg az ember most... Ja, nem akarok ilyen önfelszopást végezni, de annyira tök jól esik az ilyen. Vagy azért, nem tudom, jó, nem akarok ebben belemenni, mert akkor mindig nagyon kétes ez a dolog. Igen, ezeket eladjuk a Prágba. Ha mennyit megvesz, valószínűleg, hogy 3-at fog megvenni, ebben csak 2-t. Ebben 3-at. Jó, vegye meg, vegyétek, ezt is vegyed. Pénzt is vigyed, ezt is vigyed, ezt is vigyed, és már is 38 ezerünk van! Egyébként magokra nem hiszem, hogy szükségünk lesz, de mindjárt végignézzünk mindent, minden trailernél. Mert igen, az Iron, az a baj, hogy az, hát megvesszük, igaz, hogy elég drága. Van, van ilyen mod, azt lehet, hogy megveszi a Keeper 600-ért. Van trap modunk. Jó, nem olcsó, tudom, hogy nem olcsó. Water filter is van. 6900 a water filter. Ez nem kevés, de megbeszi a keeper. Aztán majd a jó dolgokra meg nem jut pénz. Lóvé, mi? Egy workbench, nekünk az lesz mindjárt ingyen. Van cement, mennyibe kerül a cement? 1000-be kerül. 750 darab. Mindenképpen megbeszi a keeper. Ó, van scrap polymer. 5000-be kerül, gyerekek! Megveszem. Hogy fogtok engem utálni a végére? 6000. És már csak 14 ezerünk maradt. De igazából olyan dolgokat vettünk. Solar Bong! Feltétlen. És el is az első izényre trailernél elküldött a pénzt. Hallod, ezt is legszívesebben megverem, csak 5000-be kerül. És valóta nincs egy darab büdös pénzünk se már. Jó, menjünk innen! Ez durva volt. Ez durva volt. Megvettük mindent is, hallod? Mi van? Negatív! Na várjál, meg kéne jelölni a következő trader rektet. Ha műik, itt van. Bár! Nem biztos, hogy érdemes oda elmenni, mert nem lesz lóvénk, egy vasunk se. Egy kányi pénzük nem lesz, de elcsük útba, aztán akkor biztosok leszünk benne, hogy útba ejtettük őt, és nem egy nagy kitérő. Ugye a lényeg az, hogy a B bázisunkról, a régi bázisról hozzunk el mindent. Várjál, itt a drónra néha figyeljünk, mert le tudják verni, mint bakapoharat. És ezt halál komolyan mondom, hogy ledurranik. Egyébként köszönöm szépen, hogyha véletlenül nézi az a 2 darab nézőm, aki itt hagyta azt a 4 sört. De tényleg, most ez egy ilyen triviális dolognak tűnik, hogy az ember azt mondja, hogy ez egy jó érzés, hogy 4 darab sört. Hogy az, adnak az embernek, lehet, hogy valakinek ez nem jelent semmit, de igazából maga a gesztus, hogy valaki vette a fáradtságot, hogy eljött ide, és akkor lerakott a kertkapumban 4 darab sört, meg írt egy szetlit, hogy szia papi, erre jártunk, ezt hoztuk neked. De most tényleg ez nem az anyagi dolgom múlik, hanem az, hogy nem tudom, lehet, hogy talán értitek. Tényleg, még hogyha nem is 0 darab dolgot rakod volna oda, és ír egy cetlit, még az is pontosan ugyanennyire jó érzés lett volna. De az a baj, hogy az ember ilyen, beleesünk abba a csapdába, hogy egoistáknak tűnünk. És azért mondom, hogy egoistáknak tűnünk, mert vannak ilyen trendek, amik egyszerűen sajnos megmérgezik az embereknek a gondolkodását.
Például én elég sokat TikTokozok. És komolyan mondom, hogy az utóbbi időben mindenkinek az exe, és mindenkinek a, tényleg mindenkinek az exe, lehet az nő, lehet az férfi, az tuti, hogy narcisztikus. Mindenki narcisztikus, de az az vicc az egészben, hogy mindenkire körülbelül a narcizmusnak a diagnózis azt rá lehet illeszteni. De ugye mi nem vagyunk pszichiáterek és pszichológusok, hogy megítéljük, hogy tényleg ki a narcisztikus, mert ugye a narcisztikusnak tényleg olyan tulajdonságokkal rendelkezik, amit körülbelül majdnem minden emberről rá lehet aggatni. És annyira utálom, hogy az összes TikTok videó minden exet kinyilvánít narcisztikusnak. Pedig lehet, hogy nem az, hanem csak egy normális ember, aki nem azért mit tudom, olyan, amilyen, mert narcisztikus, hanem egyszerűen, mit tudom, hogy úgy jött össze a dolog. De ez mi ez? Itt kezdtük ám a karrierünket, ezt vágjátok, nyitva hagytuk az ajtót, azóta nyitva van. Trader Rektes barátunknál ugye megint el tudunk adni egy kazal cuccot a napszemüvegbe. De egyébként ennyi erővel megnézhetnénk azt a rovatta autóvatát, hogyha nincs vele. De miért nincs? Az elkendi az mondjuk, azt megbosszja a keeper. Más az nem jó. Jó, hát itt is eladunk, amennyi cuccot tudunk. Nem fogunk tudni is túl sokat, de legalább valami kis pénzecske uti a markunkat. Úgy látom, hogy ebből a Dunból hozhattam volna többet. Na mennyi van? 12 000 pénzünk. Átnézzük az inventóriát. Talán van valami érdekes, de nem fogunk nagyon ráfüggeni. Ez mennyibe kerül ez a... Ez a 4200. Most egyelőre azt engedjük el. Ez meg 4600. Mondjuk a trap, meg ez tök jó dolgok. És ez nem is olyan beszélyesen drága. Ezért a water filter az drága. A water filtert azt nem veszem meg. Viszont ezeket megvettük. Fösték. 33-ért 50 darab mindenképpen kell. Fösteni akarok. Lockpick mennyibe kerül? 2200, nagyon drága. Nagyon drága. Anvil. Nem baj, vannak olyan dolgok, amik érdekelnének, érted? Figyelj, ez a kettő kép, ez érdekel 138-szer. Kell. És akkor mehetünk is tovább szerintem. Föstmény, akarok föstményt. Szerintem tök élnék, hogyha lenne föstmény a izébe. Kecomba. Annyi, hogy megjelöljük a következőt, és azt hiszem, hogy Trader Jenny jön a következőbe. Úgyhogy megyünk Trader Jennyhez, aki hol van. Hol van Trader Jenny? Imaze. 2,9 km arra. Eléggé sűrűn vannak, látjátok, hogy a traderek, hogyha így felfűzzük őket egy útvonalra, szerintem ez tök jó ez a megoldás. Meg tényleg olyan dolgokat veszünk, amik azért nekem tök fontosak. Például ezek, tök jók ezek a kollektor bevaló cuccok. Vetünk egy kis, mondjuk ezek a vasok, ezek nem annyira jók. A Solar Bank az tök jó, de az ahhoz lehet, hogy kell, az nem kell aksi. Lehet, hogy ahhoz kell aksi. De mondjuk aksi, az sima aksi kell? Mármint ami a motorba is kell, vagy van külön ilyen powerbank-szerű aksi elektromos cuccokhoz. Ezt se tudom, úgyhogy ezt is meg kell néznünk. Bocsánat, hogy nem tudom, de talán annyira nem nagy baj. Nagyon, ez egyébként egy másik tendencia, az a baj, itt a vagy sört, és ilyenkor mindig azt nagyon filozofikus hangulatba kerülök. Kettő dolog történik, amikor iszok, megmondom őszintén, soha nem vagyok agresszív. Csomó ugye agresszívak lesznek. Én szentimentális leszek nagyon sokszor, vagy pedig nagyon ilyen, hogy mondják azt, filozófikus hangulatba kerülök. És a játékokról akartam szót ejteni, és például ennek a játéknak kapcsán, amikor ugye még annyira nem ment az elején, és nem tudtam a dolgokat jól csinálni, ez a játék azért eléggé szertágazó, és sok mindent kell
megtanulnod benne, és ugye ez nyilván nem megy egyszerre, főleg úgy, hogy oké, hogy én játszottam vele, de körülbelül 3 éve nem volt belőle a normális sorozat, és ugye konkrétan újra kellett tanulni, meg még ráadásul a verziók azok mindig változnak, és emiatt fú, nagyon sok negatív kritikát kaptam így a kommentekbe. Volt olyan alkalom, amikor már tényleg elgondolkoztam rajta, hogy abba hagyom. És az a baj, hogy ez a tendencia, ez tökéletben ezekben a mindenféle játékban, ugye, hogyha te nem vagy teljesen pro player, akkor pro player, akkor ugye akkor el is játsz a játékkal, pedig nyilván mindenki úgy kezdte, hogy a fingja nem volt róla semmi, azt se tudta, hogy merre van előre. Csak ugye minél több órát raksz egy játékba, vannak olyan arcok, akik... De tisztelet a kivételnek, úgyhogy nehogy valaki olyan vegye magára, aki például tök aranyos, meg tök szeretem, meg minden, de tényleg vannak olyan playerek, akiknek benne van a 3000 óra, vagy még több. A bazd meg innen meg, hogy jövök ki a kurva életbe. Benn van a sok ezer óra, és ugye... nyilván jól ismerik a játékot, sok ezer órával. Azt izé van, akkor megy az oltás, hogy mert miért nem úgy csinálod, miért nem úgy csinálod. Meg az a gond, hogy sokszor ilyen szubjektív dolgokba is... hát mondjuk úgy, hogy... nem belekötnek, mert azért az túlzás. Hanem ugye... szubjektív dolgokban is úgy gondolják, hogy nincs igazad, de pedig szubjektív dolog az azt pont az a lényege, hogy ugye mindenkinek más szemszögből szemléli azt a dolgot, emiatt ugye olyan, mint amikor a csoki fagyi nem mindenkinek ízlik. És ezt ugye, ez nem egy vitatárgya, mármint lehet róla vitatkozni, hogy miért szereti jobban valaki, meg el tudja, elmondhatja, de hát nem lehet meggyőzni valakit, hogyha a csoki fagyit szereti, hogy szeresse a vaníliát. Értitek? És Anyika, bazd meg, megint olyat fingottál, hogy a rohadt élet nem ette meg. Azt a mocskos... nádvágó kurva életbe, Sanyi. Hát bazd... Csúú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 
Ezt komolyan mondom, ezt csinálja, hallod, ide lefekszik alám, te lezabálja magát mindennek, rátor három darab ilyen jutit, aminek olyan büdös szaga van, amúgy is olyan keserű öcsém, hogy a, tényleg a könnyem kigyűnt tőle. Azt utána meg akkor meg izé van, így durrant egy akkorát, hogy rendesen könnyezik a szemem. Paze, nem mondjátok, hogy már itt vagyok Jenny-nél, halljátok? Hát ez nagyon brutál gyorsak vagyunk. Az összeset meglátogatjuk, elmegyünk izéhez is. A Vapor-ös NPC-höz. Hallod, ez nagyon jó, ott van a piramisunk. Az olyan tök durva. Megmondom őszintén, hogy van egy ilyen kis furcsa feelingem ezzel kapcsolatban. Várjál, ezért akartam, ezt akartam kivenni. Van egy ilyen nagyon furcsa feelingem ezzel kapcsolatban, ezzel a sorozattal kapcsolatban, amikor visszatérek egy olyan helyszínre, amit elhagytunk, például most itt a piramista, meg az előtt a Trader Rack-nél. Konkrétan olyan érzésem van, mint hogyha nem, ez egy másik sorozat lett volna. Nincs ilyen feelingetek? Hogy olyan, mint hogyha visszaugranánk egy másik sorozatba. Hát pedig aztán itt voltunk, itt kezdtünk. De annyira eltávolodik az ember hát ugye sorozattól, mármint a kezdetektől, hogy egyszerűen tök ilyen fura az egész. Itt kezdtünk. Hogy is képzeltem, hogy egy ilyen megoldás ez működhet. Bemegyünk Jennyhez, körülnézzük mindenképp, meg eladjuk neki is itt ugyanazt a szajrét, amit körülbelül mindenkinek. Szia cicám, ne arra ugye, hogy nem látogatlak, de úgy csajom van. És akkor többet ne, ebből még visz, ebből ízeiből kell, ha még többet hoznom. Figyelj, megnézem, mi a portléka, jó? Jó, megnézem. Figyelj, ilyenkor egyébként a tényleg Jenny, és adja a hatost, hallod? De nézd meg, ez a durva, ugye? Hogy ilyen 2,4 kilométerre van az legelső. Tehát semmiképp nem jó leterepedni ilyen helyre. Mert jó megszivatod magad. Van itt egy ilyen, 720-ér, ez viszont lehet, hogy viszi a Keeper, meg a trepet. Ja, várjál, hülyeséget csinálja, mi? Ja, ott volt a trepe. Hát figyelj, 200 olcsóban adják így. Vakit, ez mire jó? Mert igazából régenben ugye tudtad benne a vizet vinni egyik helyről a másikra.
De most már nincs értelme, mert nem nagyon tudsz izelni. Vizet kinyerni, úgyhogy teljesen fölösleges hülyeség lenne. Még nézem. Hát, ha megfogjuk az Isten lábát, figyelj, kettő darab képet még elrak a keeper, nem éne. Muszköl. Aztán jó, ennyi volt szerintem. Szia, szia Jenny, majd látlak egyszer, egy másik életbe szerintem. Ide, ha még egyszer jövök, akkor már komolyan az folyjon ki a szemem, gyerekek. Na, akkor megyünk, most már tudjátok, hogy hova. Tököm venni ezt a valamit. Megyünk a izébe, ugye a bázisunkhoz, amelyik a... Figyeljetek, milyen közel van egymáshoz. Olyan távolinak tűnt, aztán mégis közeli. Ugye ez jó lesz ez a hely, ahova most megyünk. Figyelj, 2,4 km, így hogyha fölfűzzük őket egymásra, és ugye van is értelme eljönni, bár pénzük már csak 10 000 van, igaz, hogy még egy picit tudunk nyerni. Hogyha fölfűzzük így egymásra őket, akkor tök értelmes dolog ez. Egyébként be van ez modolva ez a motor? Most be van, ugye? Kiállta már a motor. És ugye, hogyha szerzünk motorot, meg kettő kereket, akkor ebben a részben konkrétan a nagy motort meg tudjuk csinálni, meg a biciklit is el akarom vinni magammal, és konkrétan a garázsba az összes járművet le akarom szerezni. Tehát legyen biciklim, legyen ez a kis motorom, legyen nagy chopperem, legyen autóm, és ugye a gyrokopter annak viszont kell egy kifutópálya vagy valamicsoda, mert ugye a gyrokopter az nem helikopter. Mert a gyrokopter az nem poénból gyrokopter, mármint nem itt lett elnevezve annak, hanem ugye a gyrokopter az konkrétan egy ilyen nagyon érdekes szerkezet, amelyik így az előre repülés segítségével hajtja a felső rotort, aminek köszönhetően ugye fölfele felhajtó erőt is tud generálni. Gyakorlatilag a helikopter rotornak segítségével viszont egyáltalán nem helikopter, hanem gyrokopter. Ez egy külön kategória, és egy teljesen más elven működik, mint egy helikopter. Ó, nagyon edukatív vagyok ma. Hát nem kellene egyébként egy sört ivás után. Egy darab sört ittam, basszus, ezt be nem áll a szám. Pedig aztán tényleg jó kávéval hülyéskedtem, mert nem ittam kávét. Ja. Egyébként nagyon fura lehet, hogy jó, nem tudom, ti majd írjátok le, hogyha isztok, akkor milyenek tudtok lenni. Mert tényleg az van nekem, hogy ilyen nagyon így elmélkedek a dolgokon, vagy pedig... Tyúk! Az majdnem elütöttem a tikot. Tikot majdnem elütöttük. Vagy pedig ez egy szentimentális hangulatba kerülök, akkor nagyon szeretek mindenkit. Amúgy is mindenkit szeretek. Na. 1 km, figyelj, mindjárt ott vagyunk, gyorsan kilutolunk mindent, azt jövünk ám vissza. Tök jó, mert azért most így ez elég dinamikusan működik ez a dolog. Jó dolog. Ezt nem tudom, ez milyen reklámba volt. Na hülye. Na, megjöttük a sivatagba. Végigjárjuk, gyerekek, konkrétan az evolúcióját. Oda nézzetek, látszik a bázison. Egyébként ez a bázis nagyon tetszett, meg ugye van egy ilyen nagyon pozitív milliója ezeknek a területeknek. Nagyon jó, hogy a Wasteland ilyen nagyon durva lootot ad. Tök jó, meg minden, de azért ennek ez a napos, kellemes, meghitt hangulatot, ezt egyszerűen nem tudod visszakapni ott. És például Norvég írta nekem egyszer, hogy ő azért nem tud Wasteland beletelepedni, mert egyszerűen rohadtul frusztráló, konkrétan egy idő után megőríti az embert az ambient, hogy fúj a szél, meg akkor ilyen haláli ízék vannak ott, hogy egy tyúk. Azt nem mondjátok, a tyúk gyorsabban megy minden. Úgyhogy ja. Meg ez tök tetszik egyébként, ez ilyen nagyon tök jó lett ez a base. Főleg alulról nézve ilyen kis légies, nem az a masszív nagy asztal vagy hokedli, amit létrehoztunk ugye az elő, majd a Wastelanden, most előttünk. Na, gyerekek, a beceklit is nehogy elfelejtsük, jó? Úgyhogy ja, valahogy nekem ez marad az igazi otthon itt. Nagyon izém van egyébként. Rendesen honvágyam van.
A inventori testvérem, arról beszéljünk, hogy beszed ezeket meg ezerre. De várjál. Oké, és megnézzük, hogy nincs esetleg egy... Jó vagy de jó. Van egy barteringes, meg van egy ejkandi. Meg... Meg a többé nem érdekel, viszont a barteringet azt benyomjuk. Na! Hello, régen láttak! Oké, igazából akkor ennyi volt. Más nem is tudok eladni neki. Van 12 ezrük, hát nézzük. Ez mi ez a szóláca? Ja, bazze! Ebbe még bele kell raknunk szolárcellát. A szolárbankba bele kell raknunk szolár... Mennyi? 41 ezer! Hülye vagy! Hát akkor ezt nem vezem meg. Az anyád úristenem. Úgyhogy akkor lehet, hogy veszünk olyanokat, amit kértem. Például ez a... Ez, meg az a trepet megveszem. Ezek tök jó dolgok. Nem tudom, meg hogy megnyugtató, nem is drága. Azt így mégis örülök neki. A paintet azt megveszük. Duct tape. Ja, ezt megveszem, curl az is. Biztos lesz olyan, amit mondtok, hogy úristen, ott volt képer. És még maradt 9600-unk, és még vissza van egy izé, trader a gyerekek. Jó, oké. És akkor most még valószínűleg, hogy be kéne pakolnom a motorba, vagy valahova. Figyelj, fákjákat is leszedem, meg igazából itt akkor kiszedek mindent is. Igaz? Figyeljetek, valószínűleg nem jövünk ide vissza, maximum látogatóval. Úgyhogy nem lenne érdemes a beceklébe berakom mindent is. De nézd, azért itt gyűjtögetett a keeper most. És van 133 élem is, az is tök jó. Ezt még viszont mondjuk eladásra. Jó, van egy ilyenem is, de mondjuk ez kakimaki. Kakimaki gyerekek, kakimaki. Oké, és akkor megyünk föl. Jé, mi ez? Utolsó zombi horda. Hagyjátok, akkor ezek végtelen ideig megmaradnak. Lol, ez mikor voltunk itt utoljára? Ez olyan beteg. Jó, ez ennek van, volt egy feeling ennek a izének. Ennek a hordán, hordaváros résznek. Meg megmondom őszintén, ez sokkal jobban működött. Ennek az a problémája, amit én csináltam, hogy szar. És ezt át is kell alakítanom teljesen, mert tényleg szar. És én tudom is, hogy pontosan miért szar, megmondom miért, azért mert itt figyeld, itt nem tudják ütni a lépcsőt, mert középen van ez a középső rész. Tehát itt így jön, akkor nem az van, hogy fel akar ugrani, hanem így körbe-körbe megy. Úgyhogy ennek ez a jó benne. Az izénk az kaki, fos. Nem jó izé, nem jó. Nem jó a mostani. Na figyeljetek, a börtönkeverőt ezt mindenképpen akarom vinni, mert amúgy is arra sem nem ette meg a kezemet, hogy nem vittem magammal előtt. Ez a legjobb dolog lett volna egyébként, hogyha ezt elviszem. Oké. Akkor van egy betonkeverőm, figyeljen, workbench-ot szerintem nem fogom elvinni, meg ez se. Egyébként figyelj, mennyi íző van benne. Clay, vaj, de jó lett volna egyébként ez is. Na mindegy, na figyelj, oh, mi a fasz? Jézus, ezeket mind itt hagytam, hallod? Mert nem tudtam elvinni semmit. De oda nézzél, úristen, hallod? Érdemes volt együni ide testvéreim az úrba. Mondjuk ezért biztos nem. Figyelj, még a vizér is érdemes eljönni, mindenért is. Halljátok, tudjátok mit kéne csinálnom? Egy csomó hógolyót kiástam. Jézus Mária, hallod? Na jó van, most meg már tele vagyunk, nem? Még nem. Várjál be, nem fér még. Nem fért még, jó. Várjál, úristen, morog. Ááá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 
itt összeszedtem egy-két dolgot, mi? Eladó cuccok, az jó.
Fonemka, Vos. Hát ez... Ebből valami. Mennyi homok te Isten, meglátszik sivatagba volt a hülyemi. Jó, itt vannak a motorok, meg minden is. Kerék is van öt, bazze. Figyeld. Kettő motor, már meg is oldódott a probléma, viszünk aksit is. Le kéne pattanni egyet, nem? Azt, jó, meg az izéket, meg ezeket is le kéne vidni. Fú, testvéregünk az úrban, vannak itt problémák, de... Viszont ez nem lesz rossz. Nem lesz rossz, érdemes volt ide jönni. Meg tudom csinálni nagy motort is. Ugye megvan hozzá minden konkrétan. Kerék kellett meg motor. Kettő darab kerék. Nagyon fasza. Hát ez egy jó, ez egy jó. Hát részbe gondolkozok, azt akarom mondani, hogy egy jó rész, de hát nem úgy. Várjál, mi van? Itt. Ilyenkor ugye ezt érdemes megnézni, hogy így valami bármi is. Na és akkor itt szelektálási lesz. A beceklét viszont fel kéne menni. És a beceklét bele kellene rakni ide. Nem lehet be... Ja, mert tele van. Na nézzük, hogy mi az, ami nem kell. Ezt félre nem kell. Ezt az aloét, ezt én tök nem használom. Viszont ebből tudok füstéket, azt ugye visszük. Grandpapának a tököm tudja micsodája, ez se kell, meg ez se kell. Tényleg, ami nem kell, azt ami abszolút nem kell, azt nem visszük, jó? Ez se kell. Meg ez se kell egy darab, jó? Meg a lyuk, a kutya szar se kell. Ezeket, hát egyébként ez se egy nagy eresztés, úgyhogy ez se kell, meg ez se kell. Jó. Ez se kell. Ez mehet, sör nem kell, kukorica cuccok jó, hogy van, tojás nem kell, tojásban nem csinálunk kaját, ugye abból abszolút nem csinál a keeper kaját. Ezeket érdemes talán elvinni, ezt is, ezt meg ugye el kéne adnom, meg ugye ezt is el kéne adnom, ez kell, és ez, oké. Okay. Jó. Akkor, azok tényleg nem kellenek, azok tényleg olyan cuccok, amik abszolút nem kellenek, úgyhogy megyünk még egy kört. És alig dobáltam ki most olyanokat, mit egy darab lyukkam, ami meg ilyen hülyeségek hadd ne kelljenek. Itt viszont érdemes lenne összeszedni a fáklyákat megint. Hát mondjuk a fáklya, nem tudom, hogy érdemes-e. Elég szar a fáklyát megcsinálni, főleg ez a rohadt klót, ez mindig szopat engem. Ja, a kettő water collector-t azt össze kéne szedni. A modok benne vannak még. Bazz, ezek is oda baj, egy adag slotot foglalnak, hallod. Jó, a kollektorokat is összeszedjük. Mi? És akkor ez, ilyen nem is lesz. Meg a... Mindjárt. Ami még fontos lenne nekem, ezt le kéne harvestelnem gyorsan. Neki tudnék állni kaját csinálni, hogyha ezt a... ezeket a focokat összeszedném. A magokból megnézzük, hogy mi az, ami fontos. Nekem az nem más, mint a krumpli, a többi az le van szarva. Bár mondjuk lehet, hogy ezt még elvinnem. Ajjaj, várjál. Aha, jó, összeszedi. Figyelj, legyen kaja készítésem. Meg utána még összeszedjük maradék cuccot, ami tényleg fontosabb. Főleg az ilyen kraftolási dolgok, amik ritkábbak. Mondjuk ez a murky water, ez nem kell. A magok azok nem baj, hogyha jönnek velem. Milyen vicces lenne lebontani ezt a tornyot. Mármint, hogy így borulja össze. De meghagyom, nincsen szívem hozzá. Jó, már murky water az ott marad, a túlok közül
Bármi nem, egyáltalán nem kell, ugye? A vépörök közül, úristen, na hát ezek közül se kell semmi. Itt is van ilyen shotgun, de hát mondjuk ezt nem tudom, elrakjam. Mondjuk eladásra vihetnék cuccokat, hol van az izőm? Ebben nem megy be valami, de ment. Oké, megint ez a kettő szar, ez nem kell. Nézzük meg, hogy mi az, ami nagyon nem kell. Tököt abszolút nem használom. Meg figyelj, ezt a 20-as pakkot egy szótot nem lefoglaljon el. Jó, túlból biztos nem kell semmi. Vapenből esetleg eladásra tudnék vinni. Ugye? Csak az a baj, inkább olyat kéne vinnem, ami fontos is. Az a kettő adag vapenem van. Úristen, mi van itten? Armor. Meg se nézem, bazd meg. Vigyünk kaksit, mert ez lehet, hogy kelleni fog. Van 10 ilyen pörgős csapdám. Van gyrokopter alkatrészem. Aztán lehet, hogy a spec pont kell. Ebből semmi. Jó, ebből semmi. Ebből semmi. Ebből semmi, eladó cuccok. Alkatrészek, semmi. Egyébként ezt a rengeteg módot is eladhatnám a francba, csak az a baj, hogy mindig ilyen 80-at ér. Szóval nem egy nagy üzlet. Itt egyébként mindenki van lootolva, úgyhogy még pár dolgot vihetnék esetleg, akkor tényleg azt csináljuk, hogy viszünk paklőszereket, amiket ugye el tudnék nyomni. Így csináljuk, jó? És akkor ezeket elviszik eladásra a következő helyre. Akkor nem maradt itt semmi, mondhatni, ugye? Úgyhogy akkor húzunk a vérbe. Maradék cuccot eladjuk, egy csomó mindent vettünk, tök jó, tök izé hasznos dolgokat. Úgy beejtjük még az utolsó trade-et, hát ha van nála valami érdekes, és akkor valagára vágunk a maradék pénzünknek. Na, a biciklit is elraktuk, ugye? Elraktuk a biciklit, az is legyen meg. Meg tudjuk csinálni ugye a nagy motort is. Nálunk van ugye szerintem minden is, van nálunk izé is, van kettő kollektor, meg még ráadásul elvileg műanyagot is ráraktunk egy valaggal. Úgyhogy lehet, hogy meg tudjuk csinálni még az utolsó kollektor, vagy még egy kollektort. Na, akkor itt a motor. Jó gyerekek, akkor a következő trader egyébként azt érdemes útba ejteni? Figyeljetek, ide mennénk ugye Joelhez. És ide. Már majd, hogy nem útbe esik. Nem azt mondom, hogy teljesen útbe esik, de majd, hogy nem útbe esik, úgyhogy lehet, hogy érdemes elmenni. Jó, ezt útbe ejtjük, simán hazaérünk szerintem estére, és akkor lekraftoljuk a maradék dolgokat, és akkor ez így tök. Lerakjuk az cuccokat, viszont ez a szolár dolog, ez nem lesz egyszerű, mindenképpen. Várjátok, motorokat elraktam az összeset? Kettő darab motorom volt igazából, ugye? Úgyhogy az egyik motort föl is tudom használni a generátornak, hogyha esetleg akarok lerakni telepített fegyvereket, vagy világítást, vagy bármit. Ugye azzal is meg kell birkóznunk előbb-utóbb, hogy elektromos áramot állítsunk elő, normálisan generátorokat kell készítenünk, kábeleket kell húzogatnunk, meg ezeket mind megcsinálni, úgyhogy ez ilyen. Jó. Megyünk az utolsó traderhez, utána megyünk haza. Szerintem hasznos dolgokat vettünk, például az a water collector, az is egy jó dolog. Elhoztuk ugye az izéket, az erényeinket, amivel ugye tudunk kaját termelni, hogyha úgy van. Meg egyébként már a... Mi az? Már a motor meg a kerekek jók, mert végre meg tudom csinálni akkor a járművemet. Jó utcaik lettek gyerekek. Van egy csomó kajánk, meg alapanyagunk, meg ugye akkor tudok ültetni. Én bírom ezt a kertészkedés témát is, bármennyire is lehet, hogy haszontalan most már, hogy T6-os questeket csinálunk. De én nem tudom, hogy bírom. Bírom teljesen kihasználni a játéknak a mindenféle aspektusát, például ugye az elektromosságra is. Ahogy gondolsz, akkor semmi szükséged nem lenne.
az Endgame-et gyakorlatilag tudod játszani mindenféle elektromos kütyű nélkül, de az is hozzátartozik a játékhoz, emiatt jó lenne azt is kihúzni valamilyen szinten. Oké, gyerekek, frankó. Jó, 3 kilométer, utána megmegyünk haza, aztán bele is férünk az időbe. Kicsit féltem tőle, hogy ez egy hosszú túra lesz, egyébként hosszú is, de hát annyi baj legyen. Ja, itt majd át kell vágni valami hegyeken, nem? Vagy balra kerülni őket, aztán jó világ. Ja, hát mindenképp a Wastelandre érdemes költözni. Szerintem a legelején, hogyha arra költözik az ember, akkor nagyon gyorsan fel tudja grómolni magát. Hogyha ez a sorozat kifut, akkor mindenképpen kettő dologba gondolkozok. Vagy abba, hogy egy ilyen HC, egy ilyen hardcore sorozat, ami tényleg úgy fog működni, hogy ha meghalok, akkor vége, meg még ráadásul minden egyes nap horda, és mindig fussanak, hogy legyen tétje a dolognak. De szerintem akkor is, akármennyire is nehéz, de Wastelandre érdemes költözni, mivel ott lehet nagyon gyorsan eredményeket elérni. Bár mondjuk az lehet, hogy az is megoldás, hogyha elég sokáig elvegetálsz egy ilyen, olyan helyen, amelyik nem olyannyira nehéz, és akkor viszont annyit nyersz ezzel, hogy sokáig tudsz fejlődni, és sok XP-t tudsz szerezni, nem? Meg nyugodtan vagy. Mondjuk a Wastelandon azért egy ilyen kezdőnek, főleg, hogy mindig futnak, meg horda van minden nap, lehet, hogy erős lenne. Az a baj, ugye, hogy mondjam, nagyon sok, amikor kezdesz, akkor azért nagyon szopatás az élet ebben a játékban. Például, mit tudom, két ütéstől elfáradsz, vagy mit tudom, nagyon lassan tudsz ásni. Emiatt ugye építkezni is nagyon lassan fogsz tudni, mivel nincs alapanyagod, szóval lehet szívni rendesen. Üzemanyagunk elég lesz? Jaj, de jó lesz, mégre meg lesz a nagy motor. Imádom, tetszik. Meg kell nézni járművel, milyen modok vannak, hogy esetleg nincs olyan, hogy mit tudom én, ilyen nagyobb inventory vagy valami hasonló. Ez nagyon jó, nagy hosszú táv. Még lesz egy még hosszabb, amíg hazaérünk, de az jó, mert most már akkor nem kell nyitva lenni a tradereknek. De viszont keresztben hosszában most már megismerjük ezt a kis hazánkat. A drón jön, mint az őrült. Ja, hát egy izé, legalább 3 tank benzinére körbejárom ezt az egészet. Tyúk! Vigyázzál! Jó, 1,7 km, mindjárt vagyunk. Hógolyót gondoltam, hogy ások, csak az a baj, hogy lyukkám se lesz ott. Úgyhogy hiába is lenne nekem hógolyom, hogy mit tudom, én lyukka smoothie-ba gondolkoztam, de hát teljesen lényegtelen, vagy teljesen felesleges lenne hógolyót ásnom, mert igazából kellene egy valag lyukka, de tényleg akkor egy ilyen 500 lyukkát összeszedni, meg egy 500 hógolyót, meg ugye még berry is kellene, úgyhogy nem biztos, hogy ezt megéri. Úgyhogy az lenne jó egyébként, hogyha random mapon is játszol, de úgy spawnolsz le, hogy a Wasteland az valami könnyű map mellett van. Biome mellett. Tehát mit tudom én, ott van az erdő, és akkor ott a Wasteland. Ha még ráadásul úgy mákolod be, hogy a Wastelandes árus, vagy boltos, vagy akár bármelyik, az közel van ehhez, a spothoz, akkor szerintem te neked annyira nyert ügyed van, mint az állat, mert mondjuk Wastelandes árusnál csinálod ugye a questeket, ott rohadt jó loot stage-ed van, de viszont élni, meg tudsz mondjuk egy erdős részen, az szerintem ennél bestem nincsen, főleg kezdésnek. De hát ugye azt elég nehéz bemákolni, nekem is például a Wasteland közepén van a Wastelandes árus, nem is a szélén. Na, mindjárt ott vagyunk ám, azt meg is tankolunk, jó? Ja, valaki írta, hogy csináljak egy olyat, hogy zöldre fessebb le azt a csövet, amiben leugrok, és akkor ilyen Super Mario stílusban történne a dolog. Tudjátok, az a tojócső, amivel kiugrok. Az vicces lenne, úgyhogy lehet, hogy azt meg fogom csinálni. Elég később olvastam azt a kommentet. Megmondom őszintén, most olyan nincsen komment reagálni jó az előző videók alá, mert egyszerűen nem bírok magammal, és még az utolsó videó az például nem ment ki. Ha annyira rá vagyok kattabb erre a játékra, az anyád úristen, de hallod.
annyira rá vagyok kattolva erre a játékra, mint az állat, és konkrétan nem tudtam kivárni, hogy az előző videó kivegyen. Konkrétan, vagyis igazából azt hiszem, hogy kiraktam már, vagy most megy ki, be van időzítve, de... Az a gond... Bassza, miket ugratok? Az a gond, hogy ugye még nincs rá komment, szóval nincs mit felolvasnom. Ez így érdekes, ja. Jó van, gyerkőcök. Ez pont ez kitartott az üzemanyag, és akkor megyünk. Megyünk tovább, 15 óra 51 van, talán szerintem 10 órára simán hazaérünk még előbb is. Úgyhogy ez is frankó. Az összes pénzünket elvertük, tök mindegy. Nem számít. De ugye tök hasznos dolgokat veszünk. Figyeljetek, a pénzzel igazából sok már nem mész, az csak egy eszközöm ahhoz, ugye, hogy vigyél dolgokat. Na, ördög úr. Várjál? I can't see so well with only the one eye. Don't ask about it either. És itt is az a baj, hogy az infested cleareket egyet ott közel, a többit meg ilyen nagyon messze, mivel ugye itt nincsenek olyan izék, nincsenek olyan jobok. Na viszont, akkor én itt elárulok. Open the dead, stay dead. One customer at a time. Think you can outrun my bullets in Bob's vehicle? Nem akar. Nem lesz több eddig. Megy egy ilyet is. Pisztoly, lőszer nem kell. Neki mennyi van? Mennyi pénzünk van? 11 ezer, úgyhogy azért talán valamit tudunk valami értelmeset venni. Ez milyen turret? Ez milyen fajta, milyen lőszert használ? Jé, van ilyen shotgun level action. Ezt nem is láttam. Ugye, amit így alul kell felhúzni, vagy használtunk mi egyáltalán ilyet? Hát jó van, igazából olyan túl sok mindent nem tudunk itt venni. Hát most fölösleges dolgokra nem verem van a pénzem. Ja. Annyira nem vagyok elégedett. Na, Iron meg ilyen az jöhet. Mennyi pénzünk van? Még van 5700-unk. Hát nem tudom mire költsek, gyerekek. Komolyan mondom. Jó, hát igazából nem verünk el minden pénzt, aztán jó van. Na, mehetünk haza, és akkor megvagyunk mindennel is. Meg kéne tankolnunk. Be kéne jelölnünk, hogy hova kell menni, mert azt se tudom, merre vagyok előre. Most egy másik útvonalon fogunk valószínű menni, igen. Milyen messze lesz ez? 6,9 km, annyira nem is vészes. Jó van, csapjuk neki, gyerekek. Úgyne. Mindenen át. Oké, okay, 6,9 km utána összeszrakjuk a dolgokat le, megcsináljuk a járművet. Meg, nem tudom, megnézem ezt a Solar Bankot, ez hogy működik, de valószínűleg, hogy abba kellett volna külön Solar cellák, ami 42 volt egy darab, úgyhogy ezt lehet, hogy nem kellett volna megvenni. De viszont, ha elektromossághoz megfelelőképpen értünk majd, akkor valószínű, hogy bármit is le tudunk craftolni. Úgyhogy annyira nagy probléma talán nem lesz. Ja, egyébként a Snow, ugye ez a második legnehezebb biom,
a legelső a Wasteland, és akkor utána a Snow, utána ugye a Desert, utána a szerintem a kéget erdő, és utána a Forest. A Forest az azt hiszem, hogy nullás. Itt mekkora loot stage-ünk van? Itt 207-es. Na, se rossz. Ez se rossz. Tudjátok, minek nincsen nagyon jelentősége most már ebbe a verzióba? Ez mi a fasz? Ez mi ez, vár? Jaj, nem, az egy hegy. Ló, milyen érdekes volt, ez valami bánya lesz, vagy nem tudom, mi a pecsem ez? Ki se írja? Hát közelebb nem tudom, mert mi volt ez? Ez olyan volt, mint valami, vagy valami vault volt, egy ilyen... Érdekes, vagy valami bányaszerű? Na, igen. Mit akartam mondani? Ja, szerintem az nagyon kevés a jelentősége a hőmérsékletnek, mint hogyha régebben egy kicsivel többet kellett volna vele foglalkozni. Meg bazze, eltűntek a ruhák? Most jut eszembe, hogy nincsenek ruhák a játékban. Régebben nem csak az ármorok voltak, hanem ugye rengeteg fajta ruha volt, mint tudom én, sapkák, pulóverek, nadrágok, ugye bőrkabát, és régebben nagyobb jelentősége volt annak, hogy milyen ruha, milyen hő bónuszt ad, akár negatív vagy pozitív irányba, és ezeket kellett is használni jobban. Most meg bazza, hogy felveszed egy ilyen armorszat, az csácsubi. Le van szarba, hogy ruha nincs is rajtad. Régebben volt egy olyan, hogy külön, hogy talán ruha az meg az armor alatt volt. De azt tudom, hogy rengeteg fajta ruha volt, arra emlékeztek, gondolom. De ez miért veszik ki ilyeneket? Azért van egy csomó funkció, amit például szerintem az emberek szívesen látnának. És oké, lehet, hogy amiatt, mivel, mint amikor van egy film, tudjátok, és akkor túl bonyolult, túl hosszú, túl sok minden van benne, akkor ugye szarrá vágják, az pedig olyan jelenetek is vannak benne, amik tök érdekesek lehetnek. Akkor van ugye a bővített, meg rendezői változat, meg minden, akkor ugye meg tud nézni. De ugye a nagy közönség, aki nem feltétlenül rajongója annak az érának, lehet, hogy azt mondaná, hogy ez már neki túl bonyolult, túl sok. És ugye ilyen játékban is lehet, hogy az van, hogy vannak marketingesek, meg így fölmérik a készítők is, hogy hát mi az a határ, amit ugye elviselnek bonyolultság szinten a játékosok. Mert lehet, hogy egy idő után már azt mondják, hogy hát jó, tök jó, hogy egy csomó minden benne van, de hát nem látjuk át normálisan. És ugye ez a határ, ez mindenkinél eléggé máshol van. Most nem úgy mondom, nem bukkosságból, meg nekem is mindenkinek van egy értelmi színvonala, és ugye lehet, hogy egy ember, egy személynek ez sokkal magasabb az az inger küszöbe, ami után, ugye, ha ezt meghaladja, akkor túl bonyolultnak érez egy játékot, mondjuk egy Seven Days to Die. De lehet, hogy van olyan ember, akinek már a felétől, annak a felétől már konkrétan hány ingere van, mert túl bonyolult. Akár a kraftolási rendszer, vagy bármilyen. Jaj, te nem mondod, hogy ezt megint megszoptuk. Ezek a hegyek, ne! És innen meg aztán, hogyha nem tudsz kimenni, akkor egy táskálhatok meg, mit tudom én. Na jó. Próbáljunk meg itt erre elmenni. Nem tudom, hogy kijutunk valahonnan már végre. Egyébként remélem, hogy a nagy motor az egyen dinamikusabb lesz. Nem valam erre talán kijutunk. Ja, úgyhogy valószínűleg, hogy ez így megpróbálják konkrétan kiskanállal, vagy mérlegen pontosan kimérni, hogy mi az a tartalom, amit még a játékosok nagy része, meg átlagosan elvisel. Mert ugye ezt nem lehet túl magas se ez a határ, ez a bonyolultsági határ, meg túl alacsony se, mert hogyha túl alacsony, akkor ugye azok, akik nek ez a küszöbérték,
amit ugye elviselnek, meg ugye élveznek, még magasabban van ő nekik például, akkor túl egyszerű lesz a játék, és unalmas lesz. De ugye, hogyha túl magas az a... túl magasra lőjük be a készítők a bonyolultságot, akkor meg az olyan réteg, akik ugye nem nagyon szeretik a bonyolultabb játékokat, ő nekik nem fog ez kedvezni, de lehet ugye, akik meg szeretik, azok meg nagyon örülnek nekik, csak az egy réteg. És azért, hogy ilyen minél szélesebb spektrumot kell becélozni a készítőknek, hogy azért ne csak, mit tudom, 20 embernek szóljon a játék, vagy ne csak 100 embernek szóljon, hanem minél több embernek szóljon. Ugye ezért szerintem ezek a játék típusok, mint például a Seven Days to Die, ezért maradnak mindig valamilyen szinten egy réteg játékok, mert alapban, ahol már szerintem gondolkozni kell az embereknek, azt vagy nem tudják megvalósítani. Tényleg most ez nem túlzás, mert biztos, hogy van olyan, aki nem tudja átlátni, de meg vannak nagyon sok olyan, aki nem akarja, mert túl bonyolult neki, nem akar vele foglalkozni annyit, elég lenne neki csak az, hogy tudom én, beül, játszik egyet 5 percet, nem kell azon gondolkoznia, hogy hogy oldjon meg dolgokat, hanem csak szórakozni akar, és ez nem gond egyáltalán. Csak emiatt ugye vannak ezek a játékok, amik mindenképpen valamilyen szinten egy ilyen közösség, egy ilyen underground közösség igényeit fogják kiszolgálni. Bármennyire is szélesre akarják ezt a spektrumot. Jaj, bármennyire is ki akarják szélesíteni ezt a spektrumot, ugye a készítők, hogy minél több embernek tetszen, vagy minél több emberhez érhessen el. Jó van már, bassza, ez a kiégett föld, öcsém, ez egy katasztrófa. Vagy nem kiégett föld, hanem az a Wasteland. Ez egy katasztrófa, gyerekek. Azt sem tudom merre menni, bassza. Na, jó van. Nagy lendülette meg volt az esemény. Hát itt, öcsém, most találjál, hallod, izébe. Hallod, autót, azt el sem tudom képzelni, hogy mit lehet itt vele kezdeni. De szerintem körülbelül semmit, úgyhogy lehet, hogy a nagy motor lesz a favorit, mert haza itt autóval nem tudsz elmenni. Hát most hogyan mész itt kettő ilyen között, ha? Nem mondom, hogy a nagy motor az jó irányítható lesz. 18 óra, gyerekek, elég jól vagyunk. 2 kilométer, az már körülbelül semmi. 2 tank benzinnel le is tudtuk ezt az egészet. Jó, van, olyanokat ugrunk. Nyuszi hop. Rendőr zombi, meglátszik, megjöttünk. Nem csak ilyen izék vannak, ilyen kifent pinák vannak a zombik között, hanem konkrétan rendőr zombi gyümmá. Sétálgat itt az erdők szélén. Master, we are not alone. Na úgy valamikor így nekimész egy ilyen blokknak, és nulla nem sérül, az tök kellemes azért. Próbálok ám értelmesen, de meg folyamatosan nyomom a shiftet, hogy gyorsabban menjünk, de ez a vége, sajnos. Nem megy ez gyorsabban, remélem a nagy motor az majd fog. Annak tök örülök, hogy a motorra föl tudok járni. Az egy jó ötlet volt, szerintem. Honnan közelítjük meg ezt a bázist? Most azt sem tudom, merre vagyunk ám. Alulról, nem? A trader felől. Na majd megmutatom, milyen lukat ásta be izé. A trader mögé. Ugye, mivel szükségünk volt alapanyagra, amikor a gameplayen kívül áskáltam, mindjárt meglátjátok, remélem legalábbis. Az vicces, hogy konkrétan egy ilyen bázisnak az alapját kiástam kb. Jó, mi ha hol a faszomba vagyok? De csúnyán beszél a képen. Na várjál, menjünk ki az útra, vagy van itt út, vagy valami? Jaj, de jó. Oda nem ekkor medve, öcsém. Ezt komolyan mondom, a medvék itt nagyobbak. Jó, mert ez egy zombi medve? Nem zombi volt, ugye? Shotgun mesihás. Lőtér.
Na mi volt ez? Nagyon elhallgatott, azt hittem, hogy leverték, vagy valami. Ó, barátaim az úrba, hallod? Itt rendesen bazza izé van. Seggem izé, érzem, ahogy töri a nyereg. Jaj. Érjünk már oda valahol. Még nem is látom. Hop, hop, hop. Na jó, sikerült. Itt egy út. Megyünk ki erre az útra, mert mindjárt megőrülök. Ez lesz az, ott van a bázis, öcseim. Azért ez is brutálisan néz ki. Na, ez nem az a légies bázis, hanem ez az ilyen brutaliz... Vannak ilyen TikTok videók, ilyen brutaliz építési stílus. Amiket ilyen ruszkik szoktak, meg ilyen Észak-Korea követni inkább. Hát körülbelül úgy néz ki ez az egész, nagyon beteg. Megpróbálunk fölmenni. Jézus úristen, hogy mit műveltem én ide? Hát ez nem nagyon illeszkedik a városképbe. Polgármester az följelenthetne. Na. Hajrá. Fú, basszus, mindenünk is lesz, gyerekek. Na, próbáljuk meg összeszedni magunkat most, meg összerakni. Elhoz. Így. Meg is fordultuk. Na, mi a szituáció van? Mi van itt a gyerek? Van kettő kollektorünk. Van egy betonkeverőnk. Jaj, annak is örülök. Komolyan mondom, az is tök jó dolog. Van betonkeverőnk. Meg van biciklink. A biciklit ide támasztom valahol a falhoz. Ez de vicces. De jó lenne arra dőlne. Nagyon jó. Imádom, hogy van biciklink. De jó, van biciklink. Marha jó. Ó, hogy be van dőlve a falhoz, tök állat. Nagyon tetszik. Van motorunk, biciklink, meg lesz nagy motorunk. Ja, lesz nagy motorunk most, figyelj, ne vicceljé. Van egy betonkeverőnk. Hol az francban van? Ezt ugye lerakom ide mellé, mert a betonkeverő egyébként az elég sokszor köl. Vagyis elég lassan is izél. Csinálja a dolgokat. Collector-t azt lerakjuk, van kettő. Nem ahogy értelmesen. Aha, nem fér már így. Ez csúnya lenne. Szimmetrikus legyen. Így, és akkor itt. Várjál, nekünk szükségünk van. Nincsen itt véletlenül benne? Nincs. A motorba van kiragva. Mindjárt rakok bele izét. Ponyva. Ilyen is legyen benne. Meg a motorba mindjárt kiveszem, azt az összes berakok. Az, ez kell. Szűrő is van. Tök jó. Viszont ezt akkor berakjuk. Így. Van képünk is. Van képünk. Na nézzük, melyikben mi nincs, és akkor rakunk bele. Ebben jöhet ilyen. Mehet bele a ponyva, meg mehet bele egy szűrő. Ebbe minden is van. Ebben. Mehet egy ilyen, mehet egy ilyen. Ebbe van, és ebbe basszus pont kiszáboltuk. Még egy plusz ponyvám is lett. Jó, gyerekek, ez nagyon jó. Ez tök tetszik. Oda nézze egyébként, gyűjti a vizet, meg tök jó, amelyikben szűrő van, az már egyből vizet, mármint tiszta vizet gyűjt. Ez nagyon király. Akkor az a kettő lesz a szűrős, ugye? Jégkocka van minden egyibe? Vagy nem tudom, mi ez, valami jégszerű. Ugye van nekünk egy jegünk, meg van egy ilyenünk, mindjárt megnézem. Ebben minden van. Ebbe szűrő kell, ebbe is, hú, basszus, ez nagyon jó. Ez nagyon hatékony lesz így. Virágcserép, ezt is valahogy értelmesen végigrakom. Oké, tökéletes. Itt majd ugye fogunk
termeszteni, de most egyelőre, ugye meg kellene egy íze, egy láda, ugye maguknak. Úgyhogy ezt meg lehet, hogy... De nincs nálam fa. Jó van, egy fene, akkor nem. Fú, gyerekek, azt se tudja, mi van a keeper. Kell egy storage, graf. És akkor ide fogom ezt felrakni, és akkor nem csak maguk lesznek benne, hanem... Szórakta. Ezt miért nem látom meg soha? Na, ott van. Ide rakom, és akkor itt kertészkedés. Kert. Oké, és akkor a kert az azt jelenti, hogy ide is ide fogom rakni a magokat. Meg ide fogom rakni ezt is, hogyha szükség lesz rá, akkor ugye innent ki tudom szedni, úgyhogy ez tök jó. Oké, akkor kert az itt van. Jó, viszont a motort is meg kéne csinálnunk, ugye? Bazza, mindent is egyszerre, mi most aztán el vagyunk kapadva. Az meg mi a neve? Moto, super moto. És kettő darab kerék, várja a kerék, az meg, lehet, hogy ennél. Így van a kerék, és már a motorbiciklét tudjuk csinálni, beszarok nekem az meg. Craft. Ugye meg lesz a nagy motor. De jó, de jó, de jó, de jó. Na várjál. Kaja alapanyag. Várjál, készkaja, az is van itt bőven, dögivel. Pia alapanyag. Készpia. Készkaja. Meg volt. Ez az. Fasza. A fegyókhoz. Ezt berakom. Már van 12 ilyen, meg van 10 darab olyan, úgyhogy ez elég epik. És van még egy aksing. Lehet, hogy ma azért ilyen aksi kell. Tudod, hogy mibe? Csak nem tudom kimondani. Na, hiá, keeper. Okay. Jó. Na, 300 valamennyi ilyenem van. Az is tök jó dolog. De inkább az acélra kell majd rávedni. Oké. Okay. Ez meg így van. Jó, szuper gyerekek. Hol van a drónom? Állj meg. Gyere ki belőle minden. Na, van vízünk bőven. Ugye a víz az izének is kell, nem csak a piának, hanem itt vagy glue vagy valamihez kell, akkor az legyen. Szervetlen craft. Gyógyszer. De az is lett egy rahedli gyógyszerünk. Tök brutál, nagyon nagy mennyiségű. Aha, és a... Tudunk festéket is gyártani, ezt lehet, hogy meg is fogom csinálni. Szervetlen craft, szerves craft. Hol van ez a növény? Itt van. Fém. És akkor 9 mm-es lőszer és egyéb. Oké. Okay. Ebből kellene... Fösték, tábortüzön. Track. Na ezért kellett. És mennyi jön ki belőle vajon? Arra vagyok kíváncsi. 31. Hát ez nagyon kevés. Bazza, vettünk vagy 100-at. De ez nagyon durván kevés, nem? Úgyhogy ezt lehet, hogy ezt nem fogom megcsinálni. Hát ez édesanyja valaga. Jó, ebből kiszedtünk mindent? Oké, a motort megnézzük meg. Oké, ja, lett festékem.
Van, bizonyom is. Van 200 darab jelünk, ebben lehet, hogy összedobok egy kollektort még. Amihez kell, azt mondom, hogy pipe. Jó, mi? Jó, kettőt tudok csinálni. Hány darab, hogy van itten egyébként? Legyen szimmetrikus, aztán csak. Egyet csinálok, a maradékot meg meghagyjuk. Oké. Okay. Na, képet akartam ám. Jaj, de jó. Na, ezt akartam. Ezt imádom az ilyen dolgokat. Várj, lehet különbözőt? Jó, cicás kép meg mindenféle. Figyeld. Kurva jó. Ez jó szar. Ez mi? Madárka. Jaj, de jó. Imádom. Ciszó. No, ciszó. De jó, nagyok. Ez tök jó. Jó, nyomasztó. Na, várja, milyen legyen. Bölény, madár, izé, tájkép. Legyen ilyen, mi ez tájkép? Hát ez barha jó. Vaj, tudja, de ez mi ez? Csak úgy tudom leverni. Csak visszakapom, várja már. Dick. És ez hol lett? Nem, de ez... Eltűnt. Na jó, oké, hagyjuk egy előre. Szerves kraftot berakom, aztán valami majd lesz jó. Viszont ezt a kollektort ezt dobjuk ki, meg akkor a kertnél pont van hozzá cucc is fönt. Jó, ide ezt ledobjuk. Tökéletes. Vazze, 6 darab van, hát ennél jobb nem is lehetne. Meg minden egyik be van modolva, annyi, hogy nem mind szűrővel. Ezt pont kiszámoltuk, ez nagyon jó. Hát halljátok, hogy annyi vizem lesz, mint a sár. Oké. Okay. Kert megvan. Mi az, ami kell még? Innen valami van. Nincsen. Jó, akkor igazából rendet traktunk. A izével kell majd csinálni valamit. Szóval tettem? Igen, ezzel. Ezt nem tudom, hogy ez hogy működik. Ja, hogy az ilyen rohadt nagy. Aha. És ebből biztos, hogy kell izé. De ez... Figyelj, itt nem is működik szerintem, csak odaként. Aha. Ilyenbe kell rakni. Úgyhogy ez sziába is. Nem baj, semmi baj. Viszont egy motor tudok már rakni abba. Csak most egyelőre nem azzal foglalkozunk, hanem van nekünk egy motorbiciklénk, gyerekek. Szervetlen craftból ki kéne rakni egy kis üzemanyagot, azt kipróbáljuk ezt a motorbiciklét. Meg lehet, hogy ebből kiveszem, úgyis ezt fogom használni. Kiveszünk a Supercharger modot. Azt a bőtjár, ez nem kicsi, hallod? Ez brutál. Jézus Isten! Supercharger megy bele. Ó, föltankoljuk. Mekkora üzem, vagy üzem, inventory-ja van. Ó, hát ez kurva jó. Ne! Hallod, ez ugrik, mint a hortilova. Jaj! Úristen! Ez brutálisan meg... Jézus Isten! Hát lehet vele nyomni a Mad Max kanyart, apám. Jézusom! Már vissza kell váltani egéri rágyításra. Brutál, nagyon megy! Figyelj! Az igen, bazd, majdnem kivittük a izét a másik falat, meg a fejemet bevertem a plafonba kb. Komolyan. Ez brutál, ez nagyon megy. Rohadt jó. Jó, hát ezt fogjuk használni valószínűleg. De ez tök jó, hogy van már egy ilyenem is. Meg van egy ilyenem, ezt szintén
zenész, ezt is ide támasztom, vagy nem tudom. Itt a kis motorom is, meg itt van a nagy motorom is. Ja. Úgy neki van támaszva. A nagy motor az meg, ez nem tudom, az hány izé. Jé, nem mondod, hogy csillagmotoros. Ne, ez egy izé, egy Lucky Seven. Basszus. Csillagmotoros, hát akkor nem csoda megy, mint a pusztulat. Ez durva. De ez hallod, ez zavar rendesen, nem? Ja, ez eszi az üzemanyagot rendesen, de kurva jó. Jó van gyerekek, szerintem elbúcsúzom, mert hosszú lesz ez a videó. Nem, egyébként nem terveztem ezt hosszúra direkt, hanem így kis pörgősebbre. Gyerekek, annyi cuccunk van, ezt nem tudom elhinni, hogy ennyi. Franco Nero. Jók vagyunk gyerekek, vannak a kollektorok. Hát figyeljetek, ezeket meg lehet, hogy kellene nekem erőltetni. Figyelj, ami kell nekünk ugye ez a kajához, az kettő dolog, amit szoktam csinálni. Az nem más, mindjárt megnézem, pillanat. Ugye amit szoktam csinálni, az... A krumpli kell meg... Ja, nem ez az. Ez az. Krumpli kell meg kukorica. Úgyhogy ez a kettőt kell termesztenünk. Kaja alapanyagból, tehát kukorica meg krumpli. Ebből kell csinálnunk nekünk magukat. És úgyis most egyelőre nekünk van elég kajám, de legyen termelve. Ezért. Csinálunk szídet. Bőven. És ebből is csinálunk szídet. Bőven. És akkor lesz bőven. Meg lehet, hogy nekiállok megint kávét készíteni. Na. Szuper, meg itt volt egy kis kukorica. Mindegy, hogy milyen arányban, csak az a lényeg, hogy most termeljük azért ezeket a dolgokat. Oké, okay. És akkor ugye ezeket ültetgetjük, megcsinálgatjuk. Oké, okay, srácok, szuper kert. Gyűlnek majd a dolgok. Telepítettet lehet, hogy fogunk csinálni. De egyelőre talán nem kell. Jó, szerintem az a baj, hogy már szinte túlzás mennyire tök jól állunk. Megvan a motor. Megvan a Seven Lucky, vagy Lucky Seven, vagy mi ez. Ugye ilyen volt, tudjátok miben volt? Ilyen az új Furiosa a filmben. Az új Mad Max filmben, ugye a Furiosa-ban ilyen motorral. Hát hasonlóval, ilyen csillagmotoros rémálommal. Azt arra vagyok kíváncsi, hogy 100% üzemanyagom van. Fú, te hallod, ez olyan brutálisan megy. De úgy eszi az üzemanyagot. Ez rohadtul megy. Kurva jó, hallod? Hát lassítani kell vele, amikor fölmegyünk, mert különben izé, tényleg kivisszük a falat. Úgyhogy ilyen finomban megyünk föl csak. Hát ez epic jó, és még egy autót is össze kellene majd dobni. Várjátok, meg kéne néznem valamit, egy pillantás és megnézem, jó? Íbazza. A skillekre vagyok kíváncsi, skillpontunk nincsen, viszont arra vagyok kíváncsi, hogy craftolásban miket tudunk csinálni és miket nem, mivel értük el már a jó dolgokat. Érdekes, hogy még mindig nem tudunk csinálni augelt, viszont nélgán ketteset tudnánk csinálni, aha. Ez volna nem érdekel, ez érdekes, itt már meg tudnánk ezt is. Bow. Nem érdekes, spear nem érdekes, handgun nem érdekes, ezek nem érdekesek, nem érdekesek, nem érdekesek. A robotikban mennyire vagyunk jók? A robotikban
Hát lószarok vagyunk. Armorba tudunk 6-os armorokat csinálni. Light armort, mediumot és heavy armort is. Ez konkrétan ki van maxolva. Úgyhogy egy olyan szemcsit majd kellene összedobnunk, hogy a barterezni minél jobban tudjunk. Medikálba nyílen vagyunk. Foodba nyílen vagyunk. Seedbe nyílen vagyunk. Na elektronikába, abban nem vagyunk jók. A trefekbe viszont nyílen vagyunk szinte. Még két pont. A workstationbe egész jók vagyunk. Chemical stationt is tudunk csinálni. A vehiclebe nem vagyunk valami jó. Viszont chemical stationt azt tudunk csinálni, az viszont nem lesz egy utolsó szempont. Úgyhogy ezt én megtrekkelem magunknak, azt ezt össze kell dobnunk. 3 darab pot kell hozzá, lol, nem is gondoltam volna. Meg 5 acid. Azt hiszem, hogy acidom nem olyan túl sok van. De volt belőle. Nincs acidom, bazza. Azt triktig nem hoztam el, én hülye. Füsték, gyerekek, gyorsan kikenjünk valamit. A padlót kiföstetném. Legalább nem lenne ilyen csúfos, nem? Bár lehet, hogy nem lesz elég rá. Figyelj, én ezt csinálunk egy olyat, hogy... Ha már egyszer... Várj, hol van ez ecsetem? Nézzük már valami jó szint a padlónak. Még a beton is jó lenne egyébként. Kár, hogy nem lehet előrézetét megnézni. Ez elég kellemes, nem? Ilyen járólap. Nulla! El is fogyott, basszus! Gyerekek, ilyen betonra lefestettük ennyire, és el is fogyott. Viszont annyira nem rossz ez, ez ilyen betoncsíkok. Van ilyen dilatációs hézak benne. Igen, úgy festette, hogy itt átment, utána itt kezdte festeni erre, és akkor vissza itt. Jó, ez egyébként, ez tök jó. Hát jó sok festék kellene. Azért durva, hogy a festék az ilyen rare cucc, nem? Ez nem nagyon örülök neki. Na jó van, gyerekek, elbúcsúzzunk? Vagy pedig még nézzünk egy izét? Egy tudjátok mit? Egy csonalutót. Itt meg akartam nézni, mennyi a izé? 264. Amúgy a izébe se rossz. A havas részem. Ezeket akart a keeper. Hogy vegőjük ezeket hamar? Master, we are not alone. Szerünk csodalutokat. Brutál. Több mint brutál, és komolyan mondom, ez a lootolás itt. Ez zombi medve? Ott volt egy szarvas. Ez zombi medve volt? Volt egy lik az oldalán. Ez sima medve volt, basszus. Mi az a lyuk az oldalán? Ez kamaj. Kamaj, kamaj, kamaj. Viszont a legkomolyabb az, hogy... Hol van ez a drónom? Jó van, megvan. Ez a loot a legkomolyabb ezen a helyen. Hát tényleg, basszus, megint egy láncfölé szerted. Megyek egy kört, hogy hát, ó, igen, ezt akartam mondani.
Zombi medvére vadászásai van. Na. Azt hittem eltöri a kezemet, vagy valamit. Ott is egy szembe velünk. Ötös auger. Nem tudom elérni ezt a játékot, hogy mi a pöcsömért dob ennyi jó cuccot. Ha valószínű, mert ilyen helyen vagyunk. Jó, fejbe kell vágni. Ezt akkor lefekszik. És akkor nagyon lehet verni. Különben. Különben bajok vannak. Hát ezt farmolni, az a jobban megéri, mint akármit, olyan. Éjszakánként körülnézel egy kicsit. Néhányat leölsz, ott is egy. De nem, az egy bokor, lol. Ez mi az a világító valami ott? Ilyen egy autó. Ott is egy. Ott van egy. De milyen sokan vannak, és ezek ilyen tök ilyen fixen spawnolnak, tehát így nem nagyon van olyan, hogy ezek nincsenek itt. Jó, betört a kezem. Semmi gond. Ez ezzel jár. Ez tényleg ezzel jár. Viszont nincs nálam kötszer, nem gondoltam, hogy eljövök ide. Ezek meg az a baj, már maxon vagyunk vele. Egyébként rengeteg lőszert kapsz több belőlük, meg mindenféle nagyon csúra jó itemet. Na mindjárt, megyünk egy kört, elmegyünk ott vissza, aztán vége is ennyi volt. Ez egy tök jó horrász terület, hogy eljössz erre, utána be arra vissza. És így, így tényleg találsz néhányat. Simán. Meg ugye a város is tele van belük, szóval így végig mennél, rengeteget találnál. Csak nagyon nem akarom ezzel húzni az időt, pedig tényleg jó megéri. Az már mi? Bazze. Halljátok, ilyen hamu eső, hallod? Ezt még nem is láttam, ez brutális. Ilyen izé, ilyen tipikus, ilyen... Minek nevezik? Ilyen rádióaktív hamu, tudod? Ez rohadt jó meg van csinálva, ezt nagyon tetszik. Fú, ez nagyon, nagyon egy nyomasztó hely, mi? Nem csoda, hogy jó itt a lút, azért itt nincs nagyon kedveli téderezni. Kell hozzá egy elhivatottság. Nagyon hogy esik ez a rádióaktív hamu? Na jó, van igazából ennyi volt. Nem látok többet. Ó, de miért nem vagyok ide? Miért nem rakok még egy szalma bálát bazz oda alá? Aztán azt mondja meg valaki, komolyan mondom. Oké, okay, jó. Csövet kell volna inkább zöldre festeni, ennyi erővel. Ja, egy Chemical Station-t össze kéne majd kórészni, majd ilyen rámegyünk el. Viszont ez tök jól néz ki ez a textúra. Jó lenne, hogyha már mindent ki tudnék festeni már. Nem ilyen nyomasztó lenne.
Csak hát rengeteg alapanyag. Jó, szedtünk megint egy-két dolgot. Figyelj, ötös auger az nagyobb beteg, hogy megint beesett egy. És ugye a túloknál például nekem pont egy ötös auger a legjobb. Nagyon durva. Jó, meg még egy négyes izét is kaptunk. Láncfűrészt, ezeket is el kell adni a fenébe, hát ugye mindenből a legjobbat megtartani, azt Isten áldjon. Tényleg köszönöm szépen a figyelmet. Folytatás következik. Nem tudom még mit fogunk csinálni, de majd ki fogja találni a Keeper ezerrel. Megint kaptunk lőszereket is. Tök jó. Úgy. Meg mindenféle jó, csuda jó dolgot, amik nekünk nagyon elengedhetetlenek. Na, köszi szépen jó a figyelmet. Jók legyetek, szép álmokat. Sziasztok.